A Nemzeti Nyomozóiroda feljelentés kiegészítést rendelt el a hallgatói lista botrány ügyében. Tegnap az ELTE rektora ugyanis bejelentést tett a rendőrségen, és felfüggesztette a bölcsészkar hallgatói önkormányzatának működését. Az ELTE rektor helyettese úgy fogalmazott, hogy ez egy igazi dráma. A Demokratikus Koalíció alelnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy a listázás egy súlyos bűncselekmény. Szerinte jól látszik, hogy a Jobbikhoz kötődő fiatalok a párt leendő politikusai tartottak egy nagy és törvénytelen adatgyűjtő akciót. Hogy ilyesmit megcsináljanak, ezt effektíve nem hittem el. Úgy gondolom, hogy ez lehetetlen, mert ez valóban minden morál alatt van. Így reagált az ELTE rektor helyettese arra, hogy az ELTE bölcsészkarán a hallgatói önkormányzat listázta az új hallgatókat. A gólyatáborba jelentkezőket világnézetük, pártszimpátiájuk, vélt származásuk alapján jellemezték. Az egyetem rektora felfüggesztette a hallgatói önkormányzat működését. Tehát, hogy ez megtörtént, ez egy igazi dráma az esetében, de, és ez a pozitív üzenet, és hadd fejezzem be ezzel a végén, hogy az ELTE ezzel mutatta, hogy aki nálunk tanul, fiatal, hölgy vagy fiatal ember hallgató, az számíthat arra, hogy az egyetem megvédi. Ami eddig biztos, hogy a hallgatók személyes adatait gondatlanul kezelték, ezért az egyetem a rendőrséghez fordult. Az üggyel a Nemzeti Nyomozóiroda foglalkozik, ma feljelentés kiegészítést rendelt el, mert további információkra van szükségük ahhoz, hogy nyomozhassanak. A Demokratikus Koalíció alelnöke azt mondta, hogy a kirobbant listabotrány nem csak megalázó azokra nézve, akikről adatokat gyűjtöttek, de valószínűleg súlyos bűncselekmény is, mert a készítői visszaéltek a személyes adatokkal. Ez a lista bizonyítja, hogy rejtett, átláthatatlan, titkolt módon, de a pártpolitika annak a legeslegrosszabb arca. Ott van benn a magyar egyetemeken. Molnár Csaba szerint látszik, hogy a Jobbikhoz kötődő fiatalok, a párt leendő politikusai tartottak egy nagy és törvénytelen adatgyűjtő akciót. Tegnap az ATV kérdésére a Jobbik országgyűlési képviselője, az érintett hallgatói önkormányzat akkori vezetője elismerte, hogy a HÖK valóban készít listát a gólyatáborba jelentkező hallgatókról. Ez egy olyan adatbázis volt, mármint az eredeti adatbázis, amihez nagyon sokan hozzáférhettek, de úgy néz ki, hogy itt néhányan időt meg energiát nem spóroltak azzal, hogy ezeket az adatokat valamilyen céllal összegyűjtsék, és adott esetben ezzel most ugye a hallgatói önkormányzatot megpróbálják lejáratni. Az adatbázis egyik szerkesztője és a hallgatói önkormányzat elnöke is elismerte, hogy vannak ilyen listák, de azt állították, hogy a kényes részeket utólag hamisította oda valaki. Valószínűleg ezt is vizsgálja majd a rendőrség.